mi hazánk antikommunista volt, és az is marad. A Jobbik Magyarországért mozgalom előtt álló elsődleges feladat a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. Ez áll a Jobbik alapító nyilatkozatában. Mára azonban világossá vált, hogy képesek akár a kommunistákkal is összeállni, ha érdekük úgy kívánja. Az MSZMP utódpártjával, az MSZP-vel és annak korábbi vezetőjével, Gyurcsány Ferenccel, az általa vezetett DK-val, a szélsőséges liberális Momentummal és más baloldali pártokkal lépett közös szövetségre az egykor nemzeti értékrendet képviselő párt. A Jobbik a múlté. A jövő mi vagyunk. Elég a kommunizmusból és elég a hazárulókból. Már 2018-ban a Mi Hazánk alakulását követően pár hónappal kezdeményeztük a fővárosi Szabó Ervin könyvtár átnevezését, és azóta is folyamatosan küzdünk egész Magyarország területén a kommunista utca és közterület átnevezések felszámolásáért. Elcsatolt területeinken, magyar földeken idegen nemzetek, idegen nyelvű tábláit olvashatjuk a Széchenyi vagy éppen a Tulipán utca helyén. Legalább a jelenlegi határokon belül szerepeljenek idegen helyett történelmi hőseink nevei. Kommunisták helyett 56 hősei. A pesti srácok és a kongrász testvérek hősi helytállása adjon példát a jövő nemzedékének, és ne a vörös csillag alatt szolgáló elvtársak. Kispesten több alkalommal kezdeményeztük a kommunistákról elnevezett közterületek és intézmények átnevezését. Miért is? Szabó Ervin egy szélsőbalos kommunista ideológus volt. 1919-ben Kun Béláék nevezték el róla a budapesti könyvtárhálózatot. Gróf Tisza István miniszterelnök elleni merénylet aktív szervezője és reménybeli végrehajtója lett volna, csak az egészségi állapota gátolta meg abban, hogy végrehajtson merényletet. Szabó Ervin életútja ismeretében úgy véljük, ez az ember teljes mértékben alkalmatlan, illetve nem is érdemes rá, hogy bármilyen intézmény, közterület az ő nevét viselje. Történelemből ismerjük a kommunista korszak rémtetteit. 1919-es tanácsköztársaság és a II. Világháború utáni időszak, az erőszak, a véres terror rémálma volt. Nem szeretnénk még egyszer hasonlót megélni, semmi, sem az utánunk jövő generációk. Ezért nagyon fontos feladatunk, hogy a kommunizmus rémtetteit ismertessük meg a fiatalokkal, ne tekinthessenek példaképként a vészkorszak szereplőire. Sajnos 2023. februárjában élőben az utcáinkon tapasztaltuk meg a Lenin fiúk reinkarnációjának az esztelen véres tombolását. Mi lesz a következő lépésük? Követik erődeik példáját és felkötik az általuk ellenségnek vélt ártatlanokat? Kötelességünk csírájában elfojtani az összes anarchista, kommunista ideológia minden formáját.